Peter está voltando a mirar suas eventos. Vou isso aqui. Dá-me, dropou a minha, que não é Micsoda? Az event. A módokat, meg reputation, ha jól tudom. Vagy értelmesetlen, azt hiszem a... Azt hiszem a kamatkubróknak egy izét dobál porcívot, de csak 3 méteres. Ez már... Például valam. Új, kicsi a kép. Igen, mert le vagyok alt a bolna. Na, ott nem lehet az a cél a világról, amire. Köszönöm. Csak hogy lásd, hogy csak azért. Látom. Mindig szoktál valami tényleg. Most be van pöcítve a laptop is. Két izéről streamelet. Double direction. Látom, hogy mi folyik most. Kicsit, az igazság, hogy kicsit későn értem hozzá, és nem volt időm időben bejelenteni, és mi van, úgyhogy mire szerintem begyógyulnak addigra. Lesz egy kis idő. Szia, Efeumon! Örülök, hogy eljöttél. Na, akkor induljon a show, igaz? Üdvözlünk mindenkit, téged is, Kari, meg Efeumon, és amúgy Kari itt van vele teljesen. Ja, lesz egy kis Star Wars. Alias a gamerek győzelme, mert kikapcsolták a mikrotranszakciókat a játékban, ideiglenesen kikapcsolták a mikrotranszakciókat, szóval előbb-utóbb be fogják kapcsolni szerintem, mint ennek kicsit átdolgozzák, hogy ne legyen már ennyire feltűnően pay to win, mert az már a pofátlanságnak a határa lenne. Jaj, mivel kezdjünk, egy kis bemelegítéssel? Ládanyításról is van 7 darab. Mivel? Ja, ládanyítás. Jó, láda. Nyissunk ládákat. Látom egy csomó. Azt mondja, hogy... Tíí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 í Ez kell. Az emotok azok nagyon faszák. Mindig újra vagyok izgulva, hogy nyissak emotokat. Ugye, mindig oda láttam, az van kíva. Fú, figyeld, mit csinál. Így keresztbe rakja a kezét, azt a kurva. Fű, az meg. És még nincs is ilyen gyors equip, gomb. Nincs. Jó van, remek. Na, akkor még egy ládát. Mi volt ez? Nem is figyeltem. Oh. Assza útra. Ja, assza, ja, de, oda néz, Uncommon, oh, Dartmoor, I sense your fear. Össze ne fusson, de viszont ez a Star kártya ez nem rossz. A stealth 3 csillagos. És van ilyen equip kurva anyád. Quick equip, na te legalább ilyen van. Tessék, nagyon. Nem azért, de mindig hozzon beállítva. Hogy mi van beállítva? Pod. Mi? Pod, VV2. Pod? Aha, a streamre. A streamre kod VV2 van beállítva. Jaj, jó van. Ott lelátod, ott elfelejtettem megcsinálni. Ó, Istenem. Na, azt mondja, hogy... dashboard. Mindjárt megcsináljuk, nagyon gyors vagy, nagyon ügyesen. Na látod, de jó, hogy itt vagyok. Hát, ja, hasznos vagy. Most amúgy felkészül a játékra, de hogy én megjátszni szeretnék. Nem. Kettő... Mi volt a cím?
tökéletes. Azt mondja, hogy Star Wars Battlefront 2. Update information. Updated. Na tessék, majd előbb-utóbb álltál, ha ráfrissítenek. Ki esélyezd az évek a legszebb cég díját? Hát, szerintem én nagy versenyben van most a izével, akik csinálták a Shadow of Mordor-t, hogy őszinte legyek. Az ember a színét tanulnak vele, és zsinórba kétszer megkapják. Hát, igen, de szerintem nem érdekli őket, hogy ők a legrosszabb ilyen cég ebből a szempontból. Szerintem az érdekli, hogy meglegyen a lóvé, szóval nem szarják le a reputation-t, mert úgyis megcsinálják, zsebükbe vannak azok a játékok, amik hozzák a pénzt, tehát BF, Star Wars, Need for Speed, FIFA, annyi játékok van, hogy hova nem verjék. Szia Bence amúgy. Szóval... Ja, ez be van rakva, oké. Okay. Oda néz, 3000 kredit, azt a kurva, összefosom magam. Nem semmi, most már csak valószínűleg 100 órát kell farmoljak, hogy bármit is fel tudjak oldani belőle. Ja, meg amúgy a Origin-nek önmagában nagyon nagy bevétele van a konzolból. Ez meg a másik, szóval mi a fasz izéljenek, törődjenek az ő, most ők a legrosszabb cég. Persze, a konzolon gyakorlatilag ami játszva van, az a FIFA, a Need for Speed, meg a Battlefield. Oda néz, ez valami legendary cucc lesz, mert lila. Anyád, Yodára egy full Star kártyát kaptam. Na már. Azt a kurva, hát mi van veled? A Max sorozat nem áll le itt sem. Azt a kurva, és mit tud ez? Az a Yoda swings his lightsaber with ease, draining less stamina when striking. Hát oda ne rohanjak, bazd meg. Nem? Jó, biztos jó lesz, meg kiderül. Yoda, de cukorfalat vagy, egyem a lelked. Oké, close. Ez ilyen early access-ös láda volt amúgy. És Ray pre-order crate-em is van most már. Which piece? Which piece? Ott jön a legendary. Három darab legendary plusz egy common, ez mit szólsz? Hát jó van, hát... A common az egy skin, mert hogy... Hát a pay to win. Ó, anyád, max tárkártyát kaptam az 1000 éves solyomra. Hát engem megvettek kilóra. Hát másra nem is akarok játszani, amúgy is csak a repülőssel, szóval de... 1000 éves solyomra, izé. Hát ez pay to win, ugye? Mert előrendeltem, nem ugye? Mondtam én. Hát... Várjál, mit tud? Azt mondja, increase the health restored by auxiliary power. Az igen, jó. Hát nem OP. Max élettel indítani, ugye? És gyorsabban visszaállítani az életet. Á? No problem. Rére kaptam egy... Egy szöveget, ami rare, oké, tehát ez így... Mi van? Quick equip? Ja nem, ez valami... Cucc. Ez mit tud? Mind trick has a longer duration on targets that are revealed by insight. Oké, biztos. Anya, de rére kettő is van, melyik a jobb? Insight has mindkettőt felülről rakni. Of effect, szerintem... Igen? Ja. Hát hogyan indítsunk Ray-jel, hogy OP-k legyünk? Azt a kurva. Na jó van. Oké, na még van egy. Farsight! Na, Farsight. Ja, még tovább is lát, vagy most hogy van? Ez mit tud? Ez a Farsight. De ezt viszont fel kell. Hát, ja, de ez duplikált. Hát azt most már kaptam duplával, ugye azt a szart. Ja, nem. Ja, ezt megkaptam duplával. Ja, nem. Ja, jó, oké, hülye vagyok. Hát ez de durva. Kylo Ren pre-order crate. Hoppá, bocsi. Kylo Ren pre-order, na hadd lássam. Ha nem legendary, akkor meg se érte. Megint csak ugye, három legendary közte. Legalább négy, hogy. Oh, oda néz, Kylo Ren. Renegade, mi ez? Akkor nézzük meg, ez mit tud Kylo-ra. Azt mondja, hogy... For a short period after activating focused range, restore moderate amount of health defeating the target. Azt a kurva! Szóval... Miután bekapcsol valamelyik faszon képességét, lenyom az enemit, meg visszaállítja az életet. Ah, nem OP. Health on success 800 életet állít vissza. Hát mi a pöcs?
Hát mi a pöcs? Nem pay to win játék. Á? Easy, easy. Solid freeze. Na ez mit tud? Freeze has an increased area of effect, szóval tud fagyasztani, és 30%-kal nagyobb range-en. Á? No problem. No problem, Kylo. Skin, ami uncommon, ez kalapszar. És Kylo a power reach. Na, lássuk azt a kurva, nem pay to win. Á? Pull has an increased area of effect. Hát gondolom. Ez is jó. Cucc. Azt mondja, hogy... Hát berakjuk ezt elsőnek, mert miért ne. Berakjuk ezt másodiknak, mert fuck that shit. És győztünk. Jó van. Megint a tranzakció? Nem, szia gomikám! Amúgy nem, nincsenek most benne, kikapcsolták a mikrotranzakciókat. Csak én ugye előrendeltem a játékot, és aztán there you go, egy fillért nem kötöttem rá, csak megkaptam ezeket az előrendelt kréteket. És ezek estek ki belőle, ugye gondolom, nem pay to win, á? Daily login crate, mert hogy olyan is van. Nem egy á, nem izé. Ó, crafting parts, 5 darab, hát össze ne fossam magam az 5 darabtól. 125 kredit, azt a kurva. Anya. Nem tudom, egyelőre ott tartunk, hogy mikrotranszakciót nincsenek a játékban, mert Dániában ráadásul a Dán kormány felülvizsgálatot indított a játékra a szerencsejáték miatt. Úgyhogy gyorsan ki is kapcsolták, meg hát az egész internet azon nyavajgott, hogy... Ó, és vehetek kréteket, de szerintem most nem veszek semmit. Mert végülis az játék mindent ki tudsz farmolni, csak az, aki költött rá, az előbb kapja meg azt, amit te később is. Ameddig te meg nem szerzed ezeket a dolgokat, az az illető csak előnyben lesz. Amúgy a kampány nagyon jónak indult. Legalábbis történet szempontjából, tehát olyan, kicsit olyan érzésem, mint inkább egy történeten mennék végig, sem mint hogy egy játékot játszanék, ami amúgy nem rossz, mert szeretem a Star Wars, mint történetet. Na, mivel kezdünk? Menjünk Galactic Assault-ra, mert hogy bitch please. Jaj, meg jó a film is. Új Star Wars. Hát már alig várom. Divisionnek az új frissítését, Gomi, ez most komoly? Ez most komoly? A Divisionről lesz szó? Nem néztem, be se kapcsoltam a gépet. Most kapcsoltam először a gépet, kb. Egy jó fél órája. De akkor ezek szerint már kijött az 1.8, ami nagyon jó. Mert azzal szeretnék játszani, ki akarom próbálni az új játékmódot, ki akarom próbálni az új izét, sötét zónát. Úgyhogy mindenképp rá fogok nézni. Már vártam amúgy, már arra vártam, hogy az kijöjjön, azért nem is nagyon. Equip cards, van kártyám? Rá, miért is lenne? Oké, akkor Assault leszek. Te kezdjük Assault-tal. Meglátjuk, hogy milyen a pálya. Hát, nekem még egy te csak 19. Csak kérdezted róla, aha. Ja, úgy tudod, még nem. Ja, akkor... Ha még nem jött ki, akkor nyugodt vagyok. Én már, már régóta követem az 1.8-at, és egy-két set az biztos túl OP lesz, már így is, de mégis nem vészes a balans. Csak egy problémám van, hogy állítólag úgy fogják kiadni, hogy nem lesz befejezve. Oda nézzetek erre a környezetre. Ez full ultra, minden ami van, 1080-on, 90 FPS, hát egyszerűen úristen, oda nézzetek. Jesus motherfucker, hát... Ilyenkor hajlamos vagyok elfelejteni, hogy pay to win az egészben az, amikor egy ilyen látvány van a játékban. Az FPS-ek. Nagyon durva. Jaj, enemy. Aha, láttad a shield? Bocs, please. Ó, hát figyelj, én nem tudom, nekem ez a pay to win-ről tényleg semmi, hogy... És hogy ráérzett a srác? Bekapcsolt a shield-et, legugolt, hello. Ez ennyi. Akkor most mindenki menjen heavy-vel, vagy ez hogy vagy? Early-be persze. Vagy special-le. Az a kettő azt volt játszó bétában is. Az egy szép a játék nagyon. Nagyon durván szép, gyerekek. Nagyon oda baszós.
A vakítás úgy ez egy kicsit sokáig tart. Wood? Ja, értem, jó van. Oké, okay, belejövünk ebbe. Még új a játék. Dupla reward, ez nem izgat. Amúgy ez a halálcsillag? Ja nem, hogy nem, hívják ez azt a bolygót? Nab, nem, nem, a, nem. Ott a klónokat gyártják, ez az a bolygó. Igen. Pazza, mi a neve annak a bolygó? Ott kezdődik a Battlefront 2-nek a kampány. Az eredetileg. 604 pont. Ja, amúgy meg a vicces az, hogy tök mindegy milyen jó vagy Camino. Rosszul játszol, ugyanaz, azaz, igen. Tök mindegy, hogy milyen jó vagy rosszul játszol, ugyanannyi lóvét fogsz kapni a kör végén. Ja, hogy én hozom a meccs elsőt, és közül én kapom a legkevesebbet. Ja, alapvetően... Így érted, hol a motiváció, hogy nyerjél, vagy hol a motiváció egy jó játékosnak, hogy bármit is. Hát, hogyha ha vesztetek, kevesebbet kaptok. Hát nem sokkal, apparently. Hát jó, ezt nem is de. Értem a csávót, hogy... Kell a vírét. Hát de jó, de jó! Ott nézd, kirakja maga elő a kezét, hogy nem lát szart se. Bazd meg, mi ez a gránát? Turret detonation. Mi a faszom az a turret detonation? Felrobban mellette egy turret. A hagyjad már nem volt ott semmilyen turret. Mi az a turret detonation? Egy csáó, lerakod meg egy turretet és azt felrobban. Van ilyen gránátvető turret? Vagy mi? Nem. Egy turretet berakod mögéd a teammated. És azt felrobbantották és abba haltál meg. Ó, ne szorozzál már velem. Hülyeségeket beszélsz itt. Lefagy a fegyverem? Bazd meg, ezt hogy úsztam meg? Jajaj. Annyira fehér minden, hogy nem veszem észre a fehéret. Érted? Azt pont a troopert nem veszem észre belőle. Hát a kamu. Hopp! A robbanás megvolt! Die, motherfucker, die! Ajaj, futás volt. Ez a vakítás, ebből le kell vegyenek. Ez egy kicsit sok, szerintem. Kicsit túl hosszú idő. Hát, most igazából... Menjen keppelnek ott. Ja, volt egy ilyen turret, ami... Rátokat vezetődött. Ó, mindjárt veszítünk. 13-on maradt. Bazd meg a laggodat! Az mi a pöcs, hogy nem halt meg? Hát az seriously bitch? Ó, oh, aha, Bounty Hunter, Defender, aha, biztos megvannak már neki a kártyaire. Nekromás persze nem lehet. Igen, lehet amúgy. Tetszik a játék, nagyon Star Wars buzi vagyok amúgy is, úgyhogy nagyon tetszik a játék. És milyen hősökkel kell játszani? Úgy tetszik a játék, csak egyszer annyira elkedvetlenít a mikrotranszakció benne, hogy... Én azt nézem, hogy Kylo Ren meg a Darth Maul egyszerre lehet egy pályán. Haverok. Az ügy vat. Átjutottunk? LOL. Átjutottunk. Azért 30 élete. Alig megy le az élete ott a Heavy-nek, hát... Azt a Heavy az 250 HP-stán. Mi az F? Az valami kis pisztolyféleség? Azt a kurva, az egész amúgy. Azt hiszem, ilyen helyzetjelzős kis pisztoly. Lősz fel egyet, akkor mutatja a ellenség helyét ott a környéken is. Azt a rohát, hát összefosom magam a grafikán.
Hát mi baja van enne? Jó, bocs, tudom, srácok, szerintem azt látjátok teljesen, amit én, de... Hosszú amit én látok. Az egyszerűen unborító. Unsafe. Frostbite engine-es az? Frostbite, persze. Ott jó, egy meg is. Rend. Meg is látszik. Hát nagyon. Az a turretem, nem tudom, hogy... Anyád, oda le is lehet ugrálni. WTF, de komoly. Ó, geci, hát a heavy szétszer. Ne, seg belőttek. Jet Trooper. Na jó van. Reinforcements available. Uh-huh. Hát majd egy kicsit később, bár ahogy elnézem. Pont 2996-nál dögöltem meg, na jó van akkor. 9 trooperünk maradt, akkor ezt elbuktunk. Hát itt még sok tweaket kell csinálni, azt hiszem. A dolgokból, és valahogy a csapatnak gyorsan át kéne oda nyomulnia, nem? Anyád, ott mászott egy robot. Mi a fasz? Nem bírok felugrani. És ezért lelőni. Futa... Oh boy. Mi a... És meghaltam. Overtime. Aha, bejött köztünk Yoda. Nézd a törpe! De szar. Jaj, de kis cuki. Hát ezt buktuk. Még mindig overtime van. Ha eljutok odáig, ott az a szerencsétlen 1-2-2-1-2. Futás van. De Yoda szétdarál majd ott minket. Ááá, faszok. Ja, azt a robotot láttam mászni, akkor jó. Nekem egy 10 percet ír, hát amire letölt. Itt megengedjük a izéknek, hogy klónoknak, hogy győzzenek, mégis az otthonok, nem? Ja. Most már akkor rakjon be egy játékba, ami az elejétől indul, még kettes szintet sértem el. Mi. Úgy bírom, hogy az új játékokból már nem írják ki, hogy hányszor halsz meg, nehogy már negatív élményed legyen. 205 kredit. Yeah. Megérte. Mi ezt kicsi zöld és ugrál ide oda. Ja, ittenem. Continuum. Nincs ez semmi a Star kártyám. Az szomorú, nem igaz? Egyszer csak akad valami, igazából nem izgat annyira. Vader 15 ezer kredit, ugye? Áh, csak szeretnéd, úgy tudom, hogy 40 ezer kredit, barátom. 40 ezer kredit, hogy felold Vadert. Még jó, hogy fizettem érte 60 eurót, vagy fontot, vagy ennyit. Te kicsi jól néz ki ez a pálya, hát mi van, oda néz. Hogy szalad, lőd le, minden, le kell lőni. Nem halnak meg, pedig vicces lenne. Patkány meghal. Ú, az de meg, az kell. Hal meg. Merre kell is menni, mi a defenderünk? Nagyon komolyan néz ki, gyerekek. Azt a büdös, hát mi van itt? Meg se érzi. Hát ja. Nagyon durva. Hát figyelj, a Origin-nek a bevételi forrásairól beszélünk. Pont most néztem meg Sims 3-nak a DLC-i. Van belőle ilyen legalább 15, körülbelül 10, ami ilyen 40 eurós, meg még egy ilyen 5-6, ami ilyen 20 eurós. Isten, de gyönyörű te! Hát összefosom. Hát mondjuk legalább a DLC-két, persze, hogy hátba lőne. Szart se láttam.
Legalább a DLC-ké nem kell fizetni, tehát az is valami. Mégis az szép nagyon, hogy tök jó a játék a grafikailag. Egy is nagyon szép volt hozzá. Vagy... És ahol, ami én játszott, itt csak 720p-t láttam jó esetben, de ami én játszok, az 2K, szóval mondom végig. Hát persze, tény. Ez a 720p se túl rossz, amúgy. Minden bizonyal. Ahhoz képest így 720p. Hát szerintem csak azért, mert pont azért van, hogy ilyen a játék, de tényleg ennyire szép a játék. Hát ezt visszafoglaltuk. Dögölj már meg, na végre. Mit? Mi? Mi fal mögül megölt, vagy mi a rák? Van egy kis baj a netcode-dal amúgy. Megeshet. Nem, nézte... nem értettem, hogy hogy haltam meg. Gránát miatt. Hát de mi fél órás robbanási késés sem, mert láttam, hogy dobta a gránátot. Azt el is húztam onnan a rákba. Ja. Simán. Öt perc elmegyek, hogy magad hagyjak. Teve is vannak. Jaj, de Kari, kérlek, ne hagyd magad. Öt perc múlva is töltök. Aha. Hát VTF. Hát VTF. És mit csinál, hogy gyógyítja magát? Ezt hogy érted, hogy kevés lenni? Azért, mert csak 90 FPS vagy? De azt úgy néz, Bence, hogy ez full extrának, tehát tényleg 2K-ba ultra és 16-szoros élsimítások minden, tehát azt ne várd el, hogy bármelyik videokártya is ott 120-szal futtassa. Hát az a shield, bazd meg. Hát mi a fasz? Ez a... Hát... Gombacs... Jó, próbáljuk ki a Sentry-t. Hát ez kíváncsi leszek, bazd meg. Ugyanez a kép 1080-ban biztos, hogy izé... Egy ultrawide 2K-s monitoron van. De lassan az újra tölti. Minden oldalról lőnek. Vagy mégsem. Most kilőtt le egészen pontosan? Ja, az a csávó, kérem, ma. Ez nem az én stílusom. Még. Sajnos a lépegetővel nem tudok oda bemenni, úgyhogy... Nem értem, miért repül valaki ezen a pályán. Oh. Oh.
Azt kurva. Mi ez a VH? Úristen, mi van itt? Úgy érzem, elfoglalják azt a helyet, gyerekek, nem tudom, hogy látjátok. És még zenélnek is. Jó van. Oda el kell menni, meg kell hallgatni zenélnek. Na, ezt most kipróbáljuk. Utás, kurva anyád! Na, itt is vagyok. Épp egy ilyen lépegetővel tolnám. De nekik is van lépegetőjük, és az úgy nem fair, mert nekik is azért AT-esőjük van. Mi az? Az... Valami szerintem, hogy supercharge, mint hogy gyorsan elkezd futni. Ó, nem, ilyen nagyobbakat lő. Jó. Értem én. Oh-oh. Mi fel még a repülő? Magunkat. A repülőz is mindig? Kerülnem kell a másik oldalra, mert... Itt, nem azért alapvető? Igen. A repülőzés még szerintem nem jó a játékban. Nem jó. Hát nem tudom. De mondtam nekem, a repülőzés egyszerűen nagyon ott volt a szerelem. Jaj, nem arra a repülőzésre gondolok, hanem arra, ami így bolygókon van. Hogy úgy érted, tudod, hogy például mint itt nálad előbb is jött egy repülő, hogy azt kifejezetten szerintem rossz irányítani is, vagy kényelmetlen is. Hát de találjad már el, hát mi a rák? Ja, hogy engem lelőhetnek róla, várjál, mert ez nekem most esett csak le. Faszom! Beragadtam! Segítség! Amúgy valahogy le lehet róla szállni. Beragadtam, de nem akarok leszállni, játszani akarok vele. De nézd meg erre! Nice. Jaj, azt hittem, hogy maradsz felrobbansz. Valaki ott repül. Meghal az állat. Meghal? Meghal. Jó is lenne amúgy. Itt biztos, hogy nem fogok tudni kijutni. Hát öcsém, ha ez értem jön, én meghaltam, ennyi lesz. Aha, figyeld, figyeld. Oh-oh, betalált Darth Maul? Nem, Vader. Vader betalált. Már van neki Vaderje? Ahogy jönnek, hát igen, szeretni. Ó, oh, de legalább visszajött a elköltött pénz, ezek mit tudnak? Na, no, van. Vissza azt volt, hogy gyűjtünk még egy kis lóvét. Ha addig le nem jár a játék, mert már csak 11-en tudnak támadni, szóval. Hát, és még van egy terület, amit teljesen be kell foglaljanak. Szerintem ezen majd még izélni kell a támadó csapatnak több pontot adni, mert egy, nagyon gyorsan véget ér, kettő, szinte alig van esélyük. Amúgy csak kell hozzá egy jó csapat, és simán hát lehet csinálni. Hát az kell hozzá egy jó csapat, de hát... De már négy ember is tök sokat tud csinálni. Igen, ha együtt játszanának, akkor tudnának. Azt kurva, mi van ott? De azt mondom, te még ha behozza egy Darth Vader, egy Darth Maul, tudod valamit. Egy magad is lebírnád hozni. Hát ezen a pályán lehetséges, igen. Ú, de jó, Ragdoll. Jó, én pont most töltöttem. Szóljál majd, ha beléptés, akkor... Dobálja be a trailereket. Beléptem. Aki akkor kilépe. És akkor megint vele. Ups. Beállítom, hogy
milyen beállítások meg szeretnék játszani, és így kinyomom, hogy visszaállítsa a defaultokra. You have lost connection to EA servers. Hát ez hülye. Azt mondja, hogy Lankó Gerét, nem is látlak online. Én látlak, szóval... Küldtem meg kivatani néhez. Akkor joinolok. Az is lehet... Tudom, így játszom. You already joined the session. Oké, elméletileg joinolva vagyok hozzád. A voice chat. A voice chat? Thunder Crate. Na, igen. Igen, mert nekem is van egy csomó lootbox, amit ki lehet nyitni, szóval... Ebből olyan nyitogatom. Multiplier... Hát nyitogassad, de... Közben... Egy darab volt, szóval... Ja, Galacticus szóltod, már indítod. Ja, jó. De hát ott jelezhetnél, hogy ott vagyok. Vagy ez te vagy? Vagy én indítottam? Én indítottam. Ja, jó van. Na, mire is, hogy itt vagy, hogy az egy darab, hogy nál. Az tök jó, mert én nem látom, hogy bejoinoltam volna hozzád. Halálcsillagon, kérem szépen. Amúgy jövő héten lesz Warframe, és van 4 darab, ja nem, bocsánat, nem. De, azt hiszem 4 darab plat giveaway kódom van, úgyhogy addig találjátok ki valamit, ami egy feladat már van, amiért jár plat giveaway, de addig találjátok ki valamit, ami még jó lesz ilyen plat giveaway-re. Van másik fegyverem? És ezt csak start kártyából lehet unlockolni. 50 assault kills. Jó, akkor 50 assault kills meg lesz. Én is spesszörként kezdek, szóval... Ezeket így... hogy olyan, mint először. Igen, tudom, hogy jött a hadművelet, és akartam is izé... Megcsinálod a bimbót, kapok kódot? Igen, Gamikán, kapsz. Tudom, hogy jött a hadművelet, próbáltam is menni rá, csináltam volna is videót belőle. Ahányszor próbáltam, annyiszor fagyott le a Warframe, úgyhogy kapja be. Most ez most a véleményem a Warframe-ről ilyen pillanatban, hogy kapja be a lefagyásaival. 10 óra alatt kéne szereznem 500 special kills, szóval... Mi az a special kill? Hát a speciális karakterrel. Azért ja, ennél fehérebb még nem is lehetne a helmetjük. Hallott, Kari? Ugye megvettem a izét a P9-en. Azt a kurva, hogy mit tud az a telefon kamera szinten. Hát gusztustalan, hát a Photoshopot fogom és kidobom a kukába. Komolyan mondom. Ami az a mennyiség, amit lehet vele csinálni egy fényképpel. Most nem tudom, hogy merke menni. Most én őszintén nem tudom, hogy nekem van-e FPS dropom vagy nincs. Isten gyerekek, ide nézzetek, hát ez mi? Te honnan lopsz? Oh, kurva. Te honnan szereztél FPS számlálót? Shadowplay FPS számlálója. Azt a rohadás, gyerekek. Hát, hát bocs, mindjárt megyek lőni, de hát én azt oda ki kell nézzek. Hát... Az ott R2D2? Nem, azt hittem. Kicsit laggolok. Jó, itt... Azt a rohadás. Azt a kurva! Hát ez durva, bazd meg. Hát nem mondhatjátok, hogy nem izé, hogy ronda a játék, az biztos, mert ez... Hát beach please. És azt, ahogy hát, ahogy mindjárt meg egy Luke Skywalker Vaderrel, bazd meg, és itt izé haldoklanak előttem mindjárt. Hát nekem orgazmusom van mindjárt. Yeah. Ahhoz képest annyira szerintem nincs rosszul optimalizálva. Szerintem sincs, stabil 90 körüli FPS-en van. Hát én nem tudom, nekem nem tudom mennyire, mert nem írek ide, úgy eléggé FPS dús a kép amúgy, hogy ahhoz képest, hogy mit vártam. Hát nem is fújult rám most. Én leszek a hős, aki over izézi. Vagy gével kell, nem elvel. Azt a kurva, hát összefosom magam, hogy néz ki. Ja, honnan lőnek? Mindenhonnan. De...
Ja, az egy ablak, azon nem lehet átlőni, oké, értettem. Hogy is kell nézetet váltani? Nem Q-val kell nézetet váltani. X? Nem. C? Igen. Szóval C-vel. Motherfucker! Hoppa, egy kill. Hát azért a heavynek van bátorsága bejönni egy tömegben, és az a durva, hogy... Hogy úgy, ahogy elnézem, egy-két még el is kaphat vele. Jönnek. A special nagyon legyengítették. Nem lehet vele elcsitálni. Hát a erősebb fegyverek biztos lesznek idővel amúgy. Még van ellenség, ezt a special-öket elég könnyű legyengítve leírtani. Meg alszó útokat is. Ó, de az ők is elég hamar leírt. De ó, bazen én nem bírok betelni a izé... A grafikai minőséggel. Hát annyit dob a gameplay-en, hogy katasztrófa. Jaj, tényleg, hát aranyszobor. És amúgy milyen fegyver jár varként Kiformoltad az aranyat a klánnak? Ó, az is ír. Lesz aranyszobrunk. De jó, az tök jó. Hát azt majd kösz, de jó. Na, én sajnálom, de nem, egyszerűen nem tudtam játszani a Warframe-ben, mert beszart. De annyira örülök, ez tök jó. Én csak megutáltam Just. 100%, hogy visszahozzák majd az eventet még. Nekem olyan érzésem. De jó. Akkor azt majd, ha véget ér az event, akkor majd rakjuk. Rakjuk fel. Középre. Nem, ott a izé mellé raktam a eddigi aranyszobrainkat a Treasure izé mellé. Jó, hát te is fel most. Most, amíg elven tart, addig simán lehet a pofánkban, középen. Ja, hát felőlem, igen. Csak ne, oda rakom, ahova kell, mert ha nem, akkor tudod, el kell mozdítani, meg minden lossz, és akkor újra ki kell belerakni. Nem tudom, nálad van a hiba, vagy nálam. Nem lehet move-olni ezt a szutykot, ami... Move-olni? Hát move-olni. Bozd meg, mi a faszom Vadernek, azt a kurva, mekkora range-e van. Hogyan szaladjál Vaderbe bele sikeresen című történetet láttátok? Csuvi az nem túl jó. Ez kicsoda? Itt egy Loki. Faszom, ezt biztos benne váltom. Nem, hát figyelj, bétában sokkal erősebb volt a special. Ami amúgy jó, hogy nerfölték, de nem kellett volna neki ennyit kapni. Az FPS módot nem preferálom, mert ez hát sajnos nem az a játék, én úgy érzem, ahol... Én igazán, only FPS. Megnézd, tehát ezért nem preferálom. Tehát így rázoomol, hát bitch please, nekem az nem hiányzik. Azért, de én... Ja, levett a grafika. Akkor az... Én full pixeles egész kép, mondom, van, tehát... Te beszartam. Anyát, hát ez a gránát boostos talán. Jó játékban minden az. Hát én szétpattan darabjaira. Hát jó, hát ez úgy nagyon emlékeztet kódra. Igen. Overrider the champ, segítünk, meg vagyunk. Ú, de hülye voltam. Vakkát nem veszünk, az gyenge. Én 3-os szintű vagyok már. Az tök jó. Én nem tudom. Azt hiszem, hogy nem. Jó, az lehet, de mi lehet. Ez a shotgun? Hát most megöli egyből az elemét, vagy nem öli meg egyből az elemét? Hát... Faszom. Az lehet effektív, hogy többet látsz a... Hűs, bazd meg. Még távol vagyok attól. Csuvi meg ez simán előfordul, hogy többet látsz, de én jobban szeretek FPS-be játszani, mint... Hát TPS-be sokkal többet látsz, ez így. Én nem vagyok FPS nézette. Én a zoom miatt nem egyszerűen nem idegesítő az, hogy hülyén van megoldva a zoomja. Körülbelül most saját jelenetem. Én nem tudom, nekem meg sokkal kényesebb. Meg azért is ez a TPS, meg hát a Star Wars hangulata arra, az öltözékek, az egész
díszlet úgy, hogy van az... Jó, persze, de hogy a FPS-ben ez sokkal realisztikusabb például nekem. Én élvezem látni a karaktert, hogy eljátszom. Azért... Én nem tudom, én azt jelzem, hogy a belső nézetben vagyok és látom a fegyvert, az egész tovább. Jóda lenyomta Darth Vader-t, ez az. Hátból nice. Önnek testvéreim, ne engedjétek. Luke is itt van, meg Yoda is. Hát ez csúnya. Valakit megsebeztem. Ó, kiszaladott, kiszaladott. Hát most tényleg Rey-nek a fejét mutatják, hogy beszél a rádióban, de közben egy férfi hang van? Igen, 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 és okay, azt néztem. Ez... Kicsit fura. Ó, így értem, nem is kell célom. Akkor a tömeg volt ott, csak lőtt és talált. Jesus. Wow. Van ott képesség. Meddig lő ez még, bazd meg? És mondjuk sokkal jobb egy bizonyos szempontból sokkal skill based app a lövés, mert nem olyan, mint az egyben, nincs golyájtés, mindig ugyanabban a pontban lősz, meg ilyen apróságot. Így, pont olyan. Tudok kihozni egy odát. Hozzad! Bon, ha megvagyok Jodi. Lesz egy Rey veled. Jeder itt néz, mit tud. Szerintem én is szerintem a következőre, amire meghalok, még egyszer kihozhatom. Adott. Már beszorultam Yodába egy fal mögé, és nem bírok kijönni. Ó, bazd meg. Nyom jó, kijöttem, kijöttem. Szarcsolatok, mindjárt most meg. Ne kerüljenek hátba. Ó, nézd ki, van ott, he. Arra, arra fussál Rey, drága. Meg egy Yodám mit kap? Nincs olyan Jedi kardobás ebben a játékban? Hol vagy, Kalibedek? Nem látlak. Á, nagyon hülye jó. Mostanra nekem is megvannak már a hősök, csak bele kell halljak valamibe, hogy egyet be tudjak hozni. De azt hiszem, hogy úgyis minden foglalt lesz. Mi ez a VH, ami tart nekem? Nem tudom, hogy nagyon oké. Ki ad VH-t? Ennyi? Faszom, hogy nem easy. Tudsz behúzni egy hős, de amúgy milyen ideges, túl rövid, többet kell adni, több esélyt kell adni a csapatoknak. Én is jól behoztam hőst. Hát de jó, srácodtál vele fél percen. Most melyik BF-re gondolsz, a Battlefront-ra vagy a Battlefield-re? Hát szerintem a Battlefield-re gondol. Nem tudom, én olyan pletykákat hallottam, hogy visszajönnek modern időkbe amúgy. A izével, a témával. De 2018-ig nem lesz semmi, aminek nagyon örülök, mert már lassan kezdett hányingerem lenni a Battlefield-ezésből is. Az is évente jelent meg, mint valami faszom kód. Nem, tehát... Jó lesz, hogy lesz egy ilyen... Jó másfél éves szünet most. Ez nem olyan izé... Én nem akarok Battlefield-ezni. Vehetek már fegyvert? Még mindig nem öltem 50-et. Hú, én 500-at akarok ölni. Lesz egy olyan fegyver, ami állítólag egy hitel. Szia, Zoli Gamer. Akármit hát, csinálnak, tehát én ajánlom, én a legszívesebben, hogy őszintelek a Battlefield-el kapcsolatban 2143. Mással nagyon nem is foglalkoztatna nagyon a játék. Most már van modern idő, BF4, BF3, van első világháború, és már csak tényleg azt hiányzik az egészből a 2142-nek a folytatása. Az a taxisen játszani. Az amúgy a jövőben játszódik? Igen, 2142-ben, vagyis hát a folytatás gondolom 2143 lenne. Hát itt nope, motherfuckers. Akkor már... Ó, oh, megvan. Akkor lőjünk vissza csúlyában. Ó, egy gránát.
Valaki robban nyom már fel abban a tetves gránátba. Viszik el egyiket. Itt van, itt még vannak ilyen balanc dolgok szerintem. Majd reméljük, hogy idővel. Back Company 3 nem lesz, igen. De tudom én miért félnek attól, hogy megcsinálják, hát annyira bugos volt az a játék is, hogy katasztrófa. Ó, itt még nem romboltak le mindent, ne vicceljetek. Mondjon már, olyan opja Thermal Vision. Van olyan, hogy te kinek, kivel játszol? A Specialist? Special, aha. Specialist. Jó, hát simán hozható le. Nem csak vele. Simán hozható velem egy specialista. Jól kell vele, az egy üvegfal. Okosan kell csinálni, és akkor ott a kópa. Na gyere! Na mi van? Na mi van? Na gyertek! Gyertek! Oh, tényleg jönnek. Ezt is húzolni ki a faszba, mert... Aaaa! Kilőtt le. Na ne bassza... Jó, mi ez a specialista bazd meg? Ez ennyire... Nagyon OP. Oda jött, azt lelőtt a faszba. Egyetlen OP a specialist. Gyakorlatilag két fejlődés is meghal... Amivel pont igen megoldtak, ahol egy lődés is meghalsz a fejlődés talán. Csak én nem tudok lőni. Éppen a zoom hiányzik nekem a specialistból. A micsoda hiányzik? Zoom, hogy tudja zoomolni. Ja, az ott egy ablak jön. És megölöm egy teammate-emet. Meg! Megálltoztak? Le. Pedig már ugrottam is el előle amúgy. Ugrottam is el előle. Nagyon szép a pálya. Minden rajta. Ha a halálcsillagot ilyen tisztán tartották, akkor én ezt a fasom valam. Hát ott nem semmi takarító csapat kellett, hogy legyen. Benéznék egy WC-be is ugyanilyen tisztán. Nem tudom, üveg van-e vagy nincs? Persze én meghalok, de érted, a heavy, aki mögött voltam, az a kurva anyján. Hát ez ilyen nincs, jó szar vagyok, bazd meg, 3 kill, kemény. Ó, de most sötét oldalon vagyunk. Hát inkább azon vagyok, mint az lázadókon. Mocskos lázadók. Mióta megy a live, szokásos kettő? Már amúgy csoda van, 3-kor kezdtük. Én ott izékkel vagyok. Klónokkal vagyok. Mindig a sötét oldalt választom el. Wow, feature, elég lesz, mert... Mert elég lesz, hát remélem az asszortnak lesz valami fegyvere, mert... De csak 20 étiketjük van, A 10 tímem van egy 28-as heavy. 28-as heavy-t mondtál? És én még a single player-t sem játszottam ki? Ja, várj egy ideig kellett fallbackelni, jó, értem én. Ha valakinek van élete amúgy. Van, aki van élete, igen. Meg én berobbanok, nem jó. Hú, azért, amikor bekapcsolod a Thermal Vision-t és pont itt egy kicsit nagyobb teleket, akkor... Jön egy elég erős FPS drop. Ó,
Hát én nem tudok lőni, bazd meg ezzel a shotgunnal, pedig annyira jó lenne. Reinforcements available. Ah, biztos valami faszom troopert be tudok hozni. Kylo 8000, 6000 boba. Hát addigra lejár a játék, mire be tudok valakit hozni. De még mindig nem hozok be. Hát... Én Kylo Ren-t akarok, szóval... 8000. De jó lesz, azt... nem? Hát annyira nem, most... az abból nem most... lesz Kylo Ren ebben a játékban, azt eljött. Kis szarul állok, mert volt itt pár. Ez az... Őszintén meg kéne szerelni egy ilyen nagyon speciális fegyvert is, és speciális fegyvert is megvan. Mert ez az első ötben is hihetetlen gyenge. Improved Thermal Detonator. A hallod, a Thermal Detonator a maxos izéje van. Ilyen Star kártyája. Nem tudom mi volt, de így befeketedett mindkét monitor is így. Mindkét monitor? Igen. Wood? Ajaj, ott egy csúvi, meg anyám kínja. Player killed. Ha, jó tudni. Hát ez senkit nem öl meg. Hát ez mi? Oda megyek a shotgun képesség elkapcsolása, az meg két csuvakkal ráadásul. Oda megyek, azok belövök háromba, és egyik se hal meg. Hát a kurva, az Captain Phasma, vagy ki a pecsöm ez? Na, valami hülye, próbáljuk ki. Hát de mi a rák? És ez mit tud? Van neki thermal detonátora, E, az valami plaster. És F az a gyógyítás, azt mondom. Akkor ezt nem lehet túl messzire dobni, az nem túl jó. Fallback ma megint. Ezt meg. Ez valami heavy féle? Annyi lézer röpkedik jobbra meg balra. Oly, hogy mehettem. Jaj! Betalált Ray, bazd meg! Jó, pont eltaláltam. Mindenkit betalált, nem hogy csak engem. Hát ez, neke, ez csak neked újdonság, Bence, mivel hogy az egész Star Wars univerzum a másik világháború ból táplálkozik. Példaként Han Solo-nak a fegyvere az egy Lügerről lett koppintva. Ó, a náci fegyver a Destiny-be. Igen, a náci fegyver a Destiny. De igen, rengeteg fegyver a másik világháborús fegyverekről lett koppintva, úgyhogy... Ne viccelj már! Hét fejlővésen ölök meg egy, izét, speciálist, nem... Nem speciálist, hanem... Heavy-t vagy mi? Officert. Jó, az a kedvesek. Két... Hát de kétszer fejből ültem. Hát ez sok sikert ezek szerint. Valószínűleg Star kártyák nélkül szar lesz játszani, amíg meg nem lesznek ezek mind. Ami legalább egy-két tudod ilyen alap azt, a kurva csúvijéknak mennyi élete van. Hát figyelj, relatív, képes a hatot tudsz körülbelül lőni a... És itt egy rend. Sziasztok! Sikerült rend szereznem? Ó, bazd nem. Meg. Jaj, találkoztam vele. Én meg Ray-je találkoztam már meg én. Hát remélem, hogy egymásba kötnek, és aztán le is szopja az egyik a másikat, mert... Rendben találkoztam, aki ellenünk van. De hogy csinált az, hogy nullás szintű vagy? Mi? Tízes szintű vagy, előbb... Szerintem azért, mert halott voltam, és így... Ja nem, a tizedik vagyok, de nem tízes. Nem, tizenegyes vagyok most már, várjál, bocs. Mi? Ja, az Luke ellökölt. Ja, értem már. Vaderbe kinyírt a Luke-ot, köcsög!
Jöjjön a halálcsillag, jöjjön a birodalom! Vader a legjobb! Aha, ő el tud lőni, de én nem tudok oda előni. Hát ez bitch please, motherfucker. Már megint itt egy hős. Vader, intézkedj! Hagyjad már, hát a speciális olyan, vagy a heavy az olyan egyszerűen, olyan OP, hogy... Azzal a shield-el túl OP. Nagyon, meg a fegyőr sem olyan erős. Ajaj, itt van valamelyik szuperhős, ma megint szuper köcsön. Fél, van Ray, neki két... Ray itt van, már megint itt van. Van neki 200 HP-ja, egyszerűs fegyőre. Dark Side megmutatja a sötét oldalt, jó van. Mutasd Vader, veled vagyok. És egy Kylo Ren is ott van, hát nem gyönyörű páros. Jöjj oda! Jöjj oda! Kurva nyert akar egy zöld törpe! Meghalt egy Wukong, ja nem. Tuakka. Meghalt oda? Nem halt meg. Nem, egy csuakkát töltöm meg. Valószínűleg a Death Trooper-t nem. Ez az... Uuu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 
Mr. Tonics. Mibe haltam meg? Jaj, ki ne találd már, hogy ez meg tudod tölni valami lófaszom... Faszom szarral már. Jó, ezt tudtam már a kötőbe. Izlusz. Hát őszinte leszek veled. Mi a fasz? Kulalu kacsa. Hát olyan nevek. Kulalu kacsa. World War 2-t vagy ezt? Melyiket élvezem jobban? Úristen, miért kérdezel ilyeneket? Ez egy olyan szemét kérdés. Na, jó a kérdés. Akkor ezt megválaszom elegánsan. Éppen azt, amelyikkel játszom. Te hallod? Én azért mondanék egy WW2-t, csak azért, mert hogy ebben a játékban benne van ez a gusztustalan mikrotranszakció, ami most mondjuk ki van kapcsolva, de meg fogják oldani, hogy visszakapcsolják valahogy, valamilyen módon. Úgyhogy én azt javaslom, hogy várjál még esetleg, és nézzük meg, hogy mi alakul a mikrotranszakciós dologból. És hogyha úgy hozzák vissza egy olyan rendszerbe, hogy nem lesz pay to win, ami az mondjuk elég nehezen elképzelhető, akkor inkább ezt, de hogyha nem lesz megfelelő a mikrotranszakciós dolog, akkor egyértelmű WW2, mert az egy frankó játék lett amúgy most, a kód egy jó játék lett, és mikor nézem azt, hogy Finding Game, akkor nem az van, hogy egy vagy két game available, hanem van ott 20-30 game available, szóval játszanak vele. De ez biztos, hogy ez fantasztikum, ahogy kinéz ez a játék, és az elején, mivel hogy farmolni kell sokat benne, az elején gyenge lesz, hát látod, én is hullok, mint a szar. De amint meg lesz, gondolom, egy kicsit belefarmolsz a játékban, meg lesz itt egy-két sztárkártya ott, akkor kezdve jobban élvezni, de az elején kitartás kell. A koddal ellentétben, mert ott mész, megkapod helyből a jó kis fegyvert, az darász, tehát több eséllyel indulsz. Szóval, hogyha van türelmed a farmoláshoz, akkor zsír. Ha nincs, akkor nem feltétlenül. De ez biztos fantasztikus, amúgy jó játszani mind a kettővel, miért hátba lőttek? Várja, a Battlefront-os pont ez van, futsz, meghalsz. Hát ott akkor azért nem. Ott azért elég, mert az elejétől elég nagy sikerélményem volt. De várja, most a kodról van szó, hogy az a... Ja, a WW-ke, hát azért... Futsz, de hogyha jó játékos vagy, akkor... Akkor többet halsz. Kottó parázom, hogy szét fogja idegelni. Futok, hanem fogja... Hát, ha jó játékos vagy, akkor nem probléma, de...
A kód türelme, a kódhoz azért kell türelem, hogy megtanulj jól játszani, mert ott nincs OP fegyver, mint a másik, de meg kell tanulni jól játszani a gyors döntéshozatalt, a pályákat, a spore rendszert, és mitől beleölsz egy 40-50 órát a játékba, és ezeket már kezdesz ráérezni, onnantól kezdve nem lesz ilyen gondot, hogy futsz-halsz, mert le fogod húzni azt az 5-6-7 killstreaket is, amint elkezded látni a pályát, de az elején ezzel jár. Mikor én is elkezdtem kódozni, hát én annyit idege. Hát komolyan mondom, amire megtanultam játszani, én azt hittem széttörök mindent, tehát annyira ideges voltam. Aztán elkezdtem figyelni az embereket, killkamokat, mindezt, belejöttem. Hát én figyelj, én erre azt tudom mondani, hogy én alapvetően nem kódoztam soha úgy jobban, hogy nincs, csak így kipróbáltam milyen, és annyi. És hogy játszottunk a Infinite Warfare bétájába. Bazd meg a csipákat, hát... Én jól éreztem magam benne, hogy ahhoz képest szar voltam. Az meg a másik, hogy... Black Ops 2-vel játszottam nagyon sokan, Xbox 3 BF 1-et PS-re nyomtam. De annyira nem tetszett, hogy elképesztő. Hát... Szerintem BF 4 az elég. Mi a BF 1 az nem rossz, de... talán azért, nekem azért nem nagyon tetszik, a BF1 tetszik, de mégsem, mert hogy nagyon casual. És annyi meg, hogy azt akartam hozzátenni Kari mondatához, hogyha a koddal akarsz játszani úgy, hogy élvezed is, amit játszol. Akkor nem figyelsz arra, hogy mennyiszer halsz. Az csak úgy fogod kezdeni élvezni játszani, hogy komolyan veszed, és egy kicsit ilyen... De ha még casual játékos is vagy, elkezdesz egy kicsit ilyen profibb szintre emelni azzal, hogy tanulod a játékot. És akkor a kód nagyon-nagyon-nagyon élvezhetővé válik. De tényleg annyira, hogy nagyon megdobja az adrenalint, a játékélményt, meg minden. És ez igaz mindegyik kódra, legyen akármilyen szar. És azért is játszak több millióan világszerte, mert hogy a kód ezt az élményt nyújtja, érted? Szóval ezt tudom hozzátenni. Ne várjál, én a BF1-gel, a Battlefront 1-gel. Én abban nagyon sokat játszottam. Azzal mondjuk én is beleöltem, hogy 200-300 órát. Az a baj, én is, és de személy többet is. Hát figyelj. Nekem nem volt bajom, minden mai napig nincs bajom azzal a játékkal. Én is, a mai napig nagyon szívesen játszok. Főleg, hogy mostanában kicsit visszamentes rájöttem, hogy mennyivel izgulok, mint régen. Hogy most már ez a játék tényleg arról szól, hogy bemész, lősz egy ötöt és megölsz fel 6 embert. Igen. Itt ez már mozzerás, amely itt. Itt most amúgy ezek, ahhoz képest most a kettő amúgy nehezebb, sokkal. Gyorsabban halsz, gyorsabban ölsz emellett. De hogy nagyon hát, érződben lesz... Hát gyorsabban annyira nem, szerintem ez még nagyon kellene a fegyverek, egy kicsit gyorsabban öljek, vagy sztárkártyák, meg esetleg olyan fegyverem. Amivel én most lövök a szoldba, az egyszerűen fantasztikusan szó. Én nem tudom, én nekem itt van a special fegyverem. A ellenséges specialistákat két fejlős megölöm. Én nem akarok specialistával játszani, érted most? Játssz a heavyvel, az is kifejtel is. Az is egy szar, az meg. Nézzek, nem jól lelőni, lol. Meg itt amikor lelő a specialista egy olyan fegyver, amit... Ez mi volt? Ez mi volt, bazd meg? Hallod, a csávót tisztán lövöm. Azt se tudta, honnan éri a lövés. Lövöm, már majdnem kilőttem a tárat. Már majdnem meghalt, megfordul, és egy lövéssel leszedett. Hát azt nézd vissza a streambe, mert egyszerűen ez... Ez mi volt? Ja, pont láttam, hogy viszoltam. Hát nem. Na, az ilyen momentumok, azok, amiket így összeteszed a kezed, és azt mondod, hogy bazd meg, hát mi van ezzel a játékkal? És én meg beleeresztek egy tárat, hát mi kell ahhoz, hogy meghalljon? Hát az én csak fizettem érte 3 eurót, vagy 4-et. Jó, hát most ez nem jelenti azt, hogy fel fogom adni, érted? Hát jó, de tényleg fel arra bőven, hogy nekem most ez... Próbáljam milyen játék, és egyelőre tetszik, szóval lehet, hogy megveszem majd. Ez a Rocket Jumper nevű fegyver. Ez lesz a... Tuti ezek szerint. Ja, és még Survivalist kártya is. Ah, jó van. Mennyi van még hátra? Köszönöm.
Jaj, meg azt mennyire szerettem, amikor a BF1-be hozták a Battlefront 1-be hozták a damage boostos fegyvereket és szarrá láztak. Megkereket. A Battlefront Hát 1-ben igen. nagyon sok meg kell. Onnan itt föntről, onnan. Én tényleg fel nem vagyok egy mesterlövész azért, hogy még ebben a hat lövésből általában kétszer-háromszor elbírom találni az ember, szóval az nincs túl sok kill ebben a játékban. Jó, igen, tehát kompetitívan nem fogod ezt játszani. Hogyha amúgy kompetitív játékkal akarsz visszatérni a kodra, akkor a kód. Ha egy ilyen casual fun és szereted a Star Wars-t, akkor egyértelmű. Vagy amúgy a szerintem kompetitívra az is... Hát, lehet, hogy meg fogsz adni, de szerintem kompetitívra nekem a cségó jobban. Hát mert jobban is. Jobban is, de... Érted? Cségó. Nekem például az unalmas, a kód sokkal élvezetesebb, még kompetitív szinten is. Nyertünk, nem már? Na erről beszélünk, ilyen semmi. Egy kurva gyors, egy játék. Tényleg nem lehet, de itt például ez le... Jó, azért most nagyon gyorsan is haladtunk. Megyünk repülni egyen? Vagy még nézzük meg milyen pálya jön, vagy? Nekem érdekelnek a pályák így most, hogy haladunk végig rajtuk. Ugye a csávó enyhén kerrizte amúgy. A játékban szerintem 11-es szintű vagyok, de itt meg csak 5-ös. Mert hogy kasztonként nő a szintet. Ja. Hogy minden kasztnak külön szintje van. Igen, ahogy, úgy vettem észre. Rámenni a kompetitívre idővel? Hát akkor, akkor egyértelmű, hogy a kodot vedd. És a mostani kodot azt mondom, hogy meg is éri. Relatíve megéri a többi játékhoz képest, ami idén megjelent. Mindenképp. Én nem tudom, nekem úgy idei játékok közül úgy bár én csak a Destiny 2-t vettem meg egyelőre. Hát nem, nem hogy az lenni, az úgy még tetszik. De többi az úgy. Hát igen, a Chigo az egy... Hát nekem se annyira. Emlékszem, hogy először kipróbáltam életem a Chigo-t. Az mondjuk pont... A kód 4... A kód 4 már meg volt jelenve, igen. Szarkasztikusztunk. De a kettő között akkor egy óriási különbség volt akkoriban, hogy Cségónak esélye se volt. Unalmas a kódhoz képest számomra. Hát figyelj, én úgy vagyok, hogy én tényleg eleinte, amikor... Na, én nagyon úgy volt, hogy nem fogom megvenni a Destiny 2-t, mert hogy a... Bétájával, amikor játszottunk, nagyon rosszul futott, nem tetszett az egész játék minden. És akkor ilyen, utána előbb-utóbb is sikerült vagy rávenni magamat, vagy Necro segített, rávett engem meg. Én nem, meg, te, az a te döntésed jó, volt. Jó, persze, hogy az én döntésem, de hogy te mondtad el, hogy úgy a kurva jó lesz, mindegy. De, de amúgy tetszik, hogy kifejezetten jó lett ahhoz képest. Ú, de hiányzik a specialistom. Véletlenül behozta egy asszalútot. De ki nem tanúsítani a különleges ellenállást? Itt állok. Ja, hogy mi defenderünk. Ja, akkor értem. Én meg azt hittem támadunk, és tök büszke voltam magamra, hogy... Dögölj már meg. Hogy de jól megy. Hát jó, végül is lassan mi átmegyünk az öt érfelükre. Nem, én már pontosan ott vagyok. A hangok fantasztikusak amúgy. Milyen lézes tükör hang. De kéne ide az a specialist. És mindez 7.1-be hallgatni, hát bitch please. Kell ennél több az élet lenni. 7.1-nél? Nem, nem kell túl sokkal. Vegyük fel amúgy ezekből a füles... Egy jó nő, szex, pia. Ezekből a fülesekben amúgy szerintem annyira nem jó a 7.1, mint egy igazi 7.1, hogy jók ezek a 7.1-es kódok. Jó, persze, de teljesen tényleg meg tudja adni az élményt.
Hát nem teljesből, de én most például azt tudom, hogy 7.1-ben hallgatom a játékot, vagy nem. Elméletek, ha a fülhallgató ilyen alapból felismerő játék, ha benne van a fülesetben és a szoftverre fel van rakva. De én a szoftverbe elbírom állítani, hogy 7.1-ben vagy 2.0-ben halljam. Igen, de a játékba is be tud állítani. A mondjuk szoftverben de. Nekem alapból beállítottam, hogy mindent, hogy ne az kelljen, hogy folyton váltogatom. De a játékban le. Most néztem, hogy alapból abba volt. Te kurva szép. Hát, olyan skillful ez a játék, mi képzeljétek el előbb éppen fájtoltam a sniperre, pálya túloldára lőttem, szó szerint a pálya, kijöttem a spamról, egyenesen enemy spamjára lőttem. És két lövésre megöltem valakit, úgyhogy csak nem is semmi bullet dropot nem számoltam bele, és ők is pont ilyen gyorsan lőnek le engem. Van egy enemy sniper, akinek megvan a fegyver, amivel egy hiten lehet már, és szar rá alá az, hogy... Őszintén azt sem tudom, hogy honnan lő. Villognak amúgy. Lehet, hogy villog. Odaig bazen csak... is lehet ellőni egy fegyverrel, ahol a sniperek bújkálnak. Az a baj, hogy ő egy hitelén meg három lövésre sölöm meg. Ha a Destiny-re éred kacsa, akkor... Ja, Sector Lost, lol. Ha a Destiny-re írod, igen, a kettő jó. Én tényleg kifejezetten élvezem a farmolás részét is. Mert hogy össze van kötve nagyon jól a gameplay-jel. És emiatt élvezetes. A multiplayer nagyon jó, tényleg még azt akartam mondani, hogy a multiplayert is nagyon élvezem Destiny 2-ben, még annak erős, hogy nem igazán arra van kiélezve az egész játék, tök jó meg van csinálva. Azért, és még abban is kapsz cuccokat, szóval... Én jól érzem magam Destiny-ben, tényleg én örülök neki, az idei év egyik jó döntése volt megvenni azt a játékot. Ránézek arra az FPS 4-es nézetre, csak még mindig az a bajom, hogy ha zoomolok a fegyverrel, akkor katasztrofális, de akkor megpróbálok nem zoomolni. Hogy érzed az katasztrofális a zoomhoz? Hát, mert nem szeretem az acok szkópokat. És ezzel ja. A fegyveren egy acok van, és nem úgy oldották meg, mint hogyha... Tehát hülye a zoom, kész, ennyi. Nem szeretem. Figyelj, esélyem sincs, vagyok. 90-es player damage-en volt, és nem öltem meg vele, szerinted? Oh, sikerült megölni azt a sniper-t. Szerintem a csávó legalább 15-ös killstreak-ba volt már. Igen, és most jól méter sompos, amikor egy heavy így szembe fut veled a te kis speciálisoddal. Amúgy a speciálisnak van ez a kis tukkere képességre, nem mondom, igen, hogy az rossz. Vagy ez a gépfegyver, ami ilyen Birdfire-t nyomad. A bétában az legalábbis nagyon darált. Most is darál, hogy csak az a két sorozatra megölszol. Majd meg lesz. Eddig úgy néz ki. Én hagynám mondjuk, hogy elfoglalják. Menjen tovább egy kicsit a játék. Hű a sniper. Azt lövöm, de basszus olyan távol van, hogy nem is látom. Én meg gondolom, biztos dupla zoomos fegyver van. Még tökéletesen látom. Ide viszont csúnya jó lenne, de bár csak két tiketjük van. Na, azért. Nice. Amúgy igazad volt, itt ja, egy fokkal jobb volt az FPS nézet, mert szélesebb volt a terem. Én FPS-t nézetben jobban szeretek. Bizonyos szempontból kényelmesebb, ahogy vagyok szokva. Én is egyrészt azért, mert FPS az ők szokva, szerintem én azért nekem az úgy. Én kifejezetten jobb az FPS, de igazából... Pazzag, én mindig nem öltem meg őt választ, mondod, a... de szar. A... Kód... Infinite Warfare-re játsz mostanság. Azt hiszem, annak milyen szép amúgy a grafájához képest.
Mihez képest? Úgy ahhoz képest, hogy kor. Hát szép, mondtam én már. Ghost óta új grafikus motor van. Ghost lett az első ilyen szebb becske kód, de azért, ha odamész közel a textúrákhoz, még mindig látod az elmosódást. Én nem tudom olyan, hogy alapvetően Infinite Warfare-rel játszottam most pont a kampányot, és így az az érzésem, hogy megyek a pályán, és így odahívom a, nem megyek a pályán, de hogy így alapvetően történik olyan folyamatos a mission. Tényleg fel így megöltél valakit, és most el kell menni hirtelen a repülőt, de a űrből fájtolni egyet, és tök jól megvan csinálva az, hogy oda jön hozzád a repülő, elkezdesz csatázni, tök jó, nekem nagyon tetszett. Ott le a kalappal a játék előtt. Meg az, hogy majd, hát azért... Majd akarok hát azért, menni, majd akarok menni repülőzni amúgy. Hát én nem, de majd akkor megyünk. De megyünk. Ilyen nincs kifogás, megyünk bazd meg. Ja, és a másik a izé, ugyebár... 1000 éves solyomra maxos életes izé van, jó? Jó, hát épp ezért nem akarok menni. Hogy ilyen lapokkal rendelkező emberek játszottam, kell játszottak, ez készít. Undorító vagyok. De hát látod, egy tetves Kylo Ren nem bírok megszerezni, lejár a játék addigra. Itt lesz ez a fight. Hát de nem tudok lőni. Valamit csinálnom kell az egérrel, szerintem ott a probléma. Mert itt ennyire bénán az én is, nem szoktam célozni, ne vesszeljünk már. Soldier sensitivity. Mondjuk megemeljük 30-ra. Vehicle sensitivity-t 20-ra. Starfighter marad így. Az jó. Megnézzük így, és akkor majd elválik. Én nagyon élem az alap sensitivity is, hogy... De Egyel a hangerőt állítottam lent egy kicsivel, semmi más nem állítottam át a játékkal. Tényleg hagytam mind automatikusan hát, a grafikát, a FPS-t, mindent, hogy menjünk okay. Mindig. Most ha minden igaz, egy laza rántással, majd hogy nem 180-as fordulatot tudok csinálni. Szóval ez jó lesz, jó. Reméljük, megnézzük jobban. Nekem az a lényeg, hogy a BF1, ez, a Cold és a Destiny szinkronban legyen, hogy ne kelljen túl sokat, hogyha átszokásról van szó. A három játék között, vagy négy játék között. Ne kell annyit kilódjak vele, értem. Kurva heavy bazzok, csak bekapcsolják a shieldjüket, az kész. És kinéztem a scope mögül, és így ott volt 6 specialista ellenem, és így... Na, itt a vége. 6 fénycsillag meg érdezni. Igen, és így nem is láttam, hogy ott vannak az emberek, mert bujkál mindig a hordók mögött. És így mindig rám nézett, és így... Na, itt elég. Jajaj. De ez is amúgy olyan, mint az összes többi ilyen nagy területes játék. Kerülj hátba az emiak, és megnyerted a fightot. Meg jó helyre kell gránátot dobni, az egy fontos része. Takarodj! Az utambó! Alapvetően, ha tudsz jó helyre gránátot dobni, és hátba tudsz előtt menni, megnyerted a játékot. Jajaj. Előbb. Mint amúgy a Battlefield is pont ilyen. Ott is körülbelül a lövés amúgy szerintem nem úgy annyira sok, mint az, hogy tudj átaktikázni. Lőd a lábát, mert santuljon meg, bazd meg. Megvan, nincs. Megjön csak. Ezt ki kell próbálni, mi történik, hogy összenyom egy kapu? Sikerült egy bugot találni instant a játékba. Ez mit? Egy gránátvető? Ja nem, csak valamit csinál. Ja ez... mit csinálhat? Valaki derítsen ki, mit csinál az F-nél lévő képessége. Azt mondom neked ilyen... Az F képességet miért nem használod? Mert nem tudom, hogy mi az, de amúgy most használtam, láttad? Mi az de F-képesség? Amúgy az ilyen spotolja az M-t egy területen belül. Akkor jó. Boom, motherfuckers! 5 kill streak, bitch! Nyomuljon már az a heavy! Ez az. Hát én is most behozok egy heavy-t. Anyád, persze!
karcsú, amúgy ez egy nagyon jó név. Nézzük meg Csuba mit csinál itt. Mennyire, mert nem túl jó a fegyver, az az igazság. Meghal. Hát nem tudom, nem nagyon láttam, hogy hol vannak, hogy őszintejek, mert ellőttem ott az egyest, és nem történt semmi. Ez mit csinál? Ó! Ó, értem, jó van, csak belassult tőle. Oké, jó van. Ó, értem. Jó, oké, rendben. Oké, jó, ez valami shotgun féleség. Erre lehet, hogy pont jó lesz. Ó, de csúnya hardware. De viszont például nem lehet FPS-et nyomni hősökre, hogy nézzük. Igen, az... Azt ők is megértem, de... Annyira nem zavar. Annyira nem zavaró, de amúgy nekem például jó. Én szeretem nézni a fegyvert. Jó, van, értem én. Meg amúgy alapvetően a scope-okkal sincs különösen bajom, hogy... Milyen scope. Van közöttem. Hát ez gyors volt. Hát, Csubi nem lesz az enyém. Aha. Amúgy a F betű az asszolút neki ilyen spotógránát. Az amúgy oké, okay, igen. De az oké, okay, hogy upgrade-elem, több időig maradnám, de én ott az előbb kilőttem, és lehet azért nem láttam senki, nem volt ott senki, de úgy emlékeztem, rögtön kilőttem az előbb mellé, és nem láttam őket. Majd kipróbálom még egyszer. Hát nem úgy spotol, hogy mutatja pontosan a helyét, hanem így a térképen. Ja, jó, azt nem is néztem. Az pontra, viszont nem rossz. Az úgy, akkor nem rossz. Egy kis mini térkép. Most hogy ne, takarodj már heavy kurva anyádba. Már bocsánat, hogy ilyen szépen beszélek. Nagyon el vagyok össze ezen pályán. Kilő. De ez a tekén csinálom. Csinálom a hős és feladatot. Nem van gét hossza. De milyen gyorsan visszajött 12000 pont, mitől? És ő miért jobb? Nézzük meg, hogy ő, lesz, mi, megvan. Ő miért jobb, mint a többi. De épp ez az, hogy a VH-t kilőttem, de nem mutatta. Tényleg a térképen mutatja? Tehát kurva nem mutatott itt senki. Ha vagy én úgy gondolom, de nem vagyok benne biztos őszintén. Egy fél automata fegyvered van, ez is komoly. Nem dolgoztam most egy csuvakkát. Amúgy tök jó lenne látni, hogy például te hol vagy, meg kiírná a neved el. Én látlak. Zölden világítok, csak fordulj meg. A térképen lát, hogy valahol ott zölden világít, egy jelecske. De így átlátszó a falkon, mintha VH-m lenne rád. Én most éppen pontosan felé tartok. Itt is vagyok mögötted. Vagy pont már mellettem. Utás, utás, vissza! De hogy a fákon vannak már, aha, jó van. Na, meg Csói. Jó lenne vele egy kicsit játszani. Jó amúgy, csak hozzá kell szólni, az a shotgunja nem rossz csak. Jó, hogy ott volt mellett a csáva az ember. Amúgy nem azért, de talán beta erősebb volt. Azt nem tudom. Nem sokat játszottam vele ott. Még beta-hoz képest sok minden változott, hiszen nem tud a jó irányba. Nem a jó irányba? Igen. Én úgy érzékelem, hogy a jó irányba. A beta azt szerintem csak annyi egy kicsit jobban, OP-bb dolgok felé jobban nyitott. Többet adott a játékért, tehát hogy úgy érez, hogy tudsz lőni meg ilyenek. Mindenkit egy egyenlő szintre. Jó, hát ez elvárás. Azért érezte jónak szerintem. Na, nem így is tudom. Most felvettem. Jó lenni néha tudni kiről.
most kiösszék, nem is rossz. Négyszeres, ötszeres. Ennyi kill az ebben a játékban összeszedek te. Amit mondtam, beállt egy jó helyre és hozom a killeket, mint az állat. Ja, várjál, nekem van izém jetpackem. Annyit csinálom, beállt egy fasz a helyre és 6 killt hoztam. Hetet, egy hely válva 7 kill szereztem. Nyolcat. Egy hely váltam. Nem velük van. Szinte minden én most elmentem. De még mindig azzal a hős kis csajjal vagyok. Én meg a csuvakkal van. Egész, hogy egy hely váltam és 8 ember. Hat távolra hat az izéje? A sugárvető? Igen. Minden távol, nekem úgy nem volt olyan távol, hogy nem lőtt volna. Hát de aranyos! Igen, végül is egy 9-es kill streak vagyok ahol. Az nem rossz. Jól lehet pont most majd, push, push csak, push. Bár erős ez a kis saj, ha elég ügyesen játszik el az ember, de a fegyvere nagyon pontatlan. Hát szerint a csuvakkája. Közben nincs az avatjájzal. Így van egy dolog, hogy hova célozol, meg hogy hova lősz. De FPS droppos, de FPS droppos, Itt nekem is 68 van. Nekem itt 10 volt. Lehet, így lehet menni, ahol a speedbike-kal tudom, hogy ott versenyeztek el valami közben. Sok fa között szart sem látom. Nagyon nem jelentem ezt a pacsit. Nagyon szar, nagyon szar. Újújúj, ez nagyon szar. Hogy kell erről leszállni? Ez nagyon szar. Ne hozzá bájkod. Hát az első részben sem volt túl jó. Hát figyelj, nem lehet vele célozni. Vagy így lőném az ennet és így nem tudok lecélozni addig, mert fölfelé húz. Ott van boba. Ja. Elnézést. Őszintén most nem tudom, mi vagyunk a jók vagy a rosszak. Hát figyelj, haladunk, ahogy én nézem. Még csak... Nem, úgy értem, hogy mi vagyunk a... Mondjuk csak 5 élete van a Walkernek, szerintem elpusztítja. Biztos elpusztítják. Két élete van. Aha, igen. Igen, mi? Pillanat, csak éppen nagyon erős darálás vagyok. Jó, igen. Csak így, vagy csak közben itt pont jött egy ilyen ötszörös kill-streak, amit hirtelen nyilván. Nincs rakétavetőm amúgy, nem volt. Mind a kettő ilyen izé volt. Booster, az meg egy shotgun volt a csajnál. Az nem rakétavető, vagy az rakétavető? Valamint nem. Szerintem rakétavető. Akkor ezt buktam. Én azt hittem, ez egy shotgun. Nem nézett ki úgy, mint egy rakétavető. De lehet is shotgun. Alapvetően 7. lettem, ami nem is olyan rossz most már. Tényleg annyit csinálni, hogy csuvakával felállt egy fának a tetejére. Senki nem látta, mert pont a lombok takartak, én meg pont kiadtam. És ott egy helybe állva 8 ember megöltem. Az se rossz.
Na milyen pálya van még? Ha nincs semmi új pálya, megyünk repülni. Szeretnék Én repülni is. nem tudom, hogy van-e új pálya még. Jaj, Istenem, Istenem. Lehet, hogy... Tifajt a Darth Vader, Darth Maul. Komba elég furcsa, hogy együtt. Én nem kritizálom, persze biztos így kell nekem lennie. Run! Kill them all! Én csomószban voltam le. Na most mi vagyunk a rossz fiúk. Lesz. Lehet be azok is specialistát is, szóval lebínem. Jó helyre veszi. Gyors megfalok. Távol, nagyon alkotott, négy embert megölt így hirtelenül. Gránát el. F1, ó, ha F1-et elnyom, az kapsz képességekről infót. Igen, már nézte. Azt köszönte meg. Jó lett volna tudni. Ah, látom, hogy tökéletes. Xbox gamer. Látni tökéletes spotot, és abban a pillanatban oldalba lőttek. Xbox Gamer is mégse volt annyira tökéletes spot. Nem, 600 egyet követtek be. Ja, amióta újra kezdtem streamelni, igen. Hogy azért a világuralom kicsiben az lesz. Meg lesz az 1000, és akkor megint megyünk. Haladunk a 2 milliárd felé, szóval nincs gond. Hol lehet tartani? De ha... Nem. Te vagy faszaszkot. Mi a... Öcsém, milyen helyekről lehet lőni ebbe a játékba, az hogy került oda? Persze egy jó spotot oda beállsz, tegyük fel pont rálátsz egy ilyen defend pontra, megnyered a meccset. Lehet. Na tessék, nézzük meg a VH-t. Az igen. Hát ez is érdekes volt. Lövök a csávó felé. Belelövök féltárat. Egy ütés kijelez, pedig szerintem egy pontra lőttem, és utána ő lelőtt egy csipával. Jesus, please fix this game. Rákempeltem csak arra a pontra, amit védeni kell. Azt egyet nézem, és ott állok egy fal mögött, és hogyha látom, elkezdi foglalni, lövök rá, és megvan. Megvan védve. But that's not a game. That's bullshitting. Keresem az ideális spitet, mondom, nem elegem. Jesus, itt a faj. Miért jövök ide egyáltalán? Jól, de vak vagyok, hát ennél vakabb nem is lehetnék, bazd meg. És persze oldalba is lőnek, mert nem bírom lelőni ezt a gyereket. Hát, hogy lehetek ilyen nyomi? Alig várom lecserélem ezt a fegyvert, olyan lassan lő. The log is real.
Nem is mutatja a pinget, semmit, ne hagyj már. Lol. Megint laggolok. Mi az Isten? What? 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 Ha? Elhiszed, hogy ebbe az állásra lehet hozni, vagy csak tényleg itt fogok egész végig állni, és csak lelőm, aki el akarja capture-elni? Úgy legyen. Bár én